Egy fontos állomás az, hogy megmutatkozom a szakmai zsűri előtt. Van egy megfoghatatlan varázsa a színpadon levésnek. És szeretném ezt, ezt a tüzet továbbvinni. Imására vagyok, junior primadíjas népdalénekes. Már egészen kisgyermekkoromban látták a szüleim a fogékonyságot rajtam, hogy a népzenével és ezekkel a dallamokkal, szövegekkel mennyire tudok azonosulni. Ezért is nagyon sokszor vitelédes édesanyám különböző táncházakba, zenei foglalkozásokra, és amikor nyolc éves koromban Szentendére költöztünk, akkor kiderült, hogy van lehetőség arra, hogy a zeneiskolában tanuljunk népi éneklést a helyi gyerekek, Szvorák Katalintól, és már akkor éreztem azt, hogy ez a zenei nyelv, ez a szöveg és dallamvilág, ez, ez nagyon közel áll hozzám, és hogy nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, és teljesen elvarázsolt az a, a zenei anyag. Úgyhogy innentől kezdve a zenei tanulmányaim során Gyakorlatilag minden egyes ének, amit megtanulhattam, minden egyes díszítés, amit éjszaka akár lopva hallgattam a szobámban a kazettákon, az, az számomra egy nagyon fontos állomása volt az életemnek, és ez is motiválta arra, hogy elmenjek gyűjtőutakra, és személyes élményből tapasztaljam meg ezeket a, a gyönyörű anyagokat, és hogy megismerjem azokat az embereket, azokat a sorsokat, akik a dalok mögött rejtőznek. A dolgozatom témájául egy nagyon érdekes anyagot választottam, ami egy picit kitekint az autentikus megszokott anyagok világából. Olyan zsoltárokat és dicséreteket kerestem, amik a Népajkán tovább élnek, Mezőségen, Kalotaszegen és Szász És ezek a zsoltárok és dicséretek hiába vannak lekottázva, és ugye ezeknek van szerzője, pontosan ugyanúgy énekli akár egy, egy külhoni magyar, és egy Magyarországon lévő református ember, hiszen, hiszen, ezeket egységesítették. És nagyon érdekes volt számomra az, hogy a lelkész felmenőimmel beszélgettünk róla egy erdélyi utazás során, hogy amikor elmentünk Szegen egy gyülekezetbe, Isten tiszteletet meghallgatni, azt fedeztük föl, hogy különböző díszítéseket raknak bele, és annyira megfogott, hogy végül egy kutató munkába fogtam ezzel kapcsolatban, és hát bizony száz például az élő több szólomúságot hallgathattuk meg, illetve mezőségen és kalóta szegen a gyönyörű veretes díszítésekkel adják elő ezeket a, a szakrális énekeket, úgyhogy ezekből egy szeletet hoztam el a dolgozatomban. Attól függetlenül, hogy valaki megkapja ezt az elismerést, tényleg azt gondolom, hogy szakmailag nagyon-nagyon fontos az, hogy egy őszinte fórum jöjjön létre. És itt a, a zsűri részéről egy nagyon pozitív hozzáállású, kemény kritikát kaphat az ember, amire úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van, szükségünk van arra, hogy hogy újra értékeljük, és minden egyes alkalommal kívülről tekintsünk rá a és jó szível ajánlom mindenkinek azt, hogy kipróbálja ezt. Azt gondolom, hogy kell egyfajta bátorság ahhoz, hogy az ember elinduljon ezen a pályázaton. Valószínűleg én azt éreztem magamban, hogy számomra fontos az, hogy egy olyan mérföldkövet érhessek el, ami függetlenül a díjtól egy fontos állomás az, hogy megmutatkozom a szakmai zsűri előtt. Van egy megfoghatatlan varázsa a színpadon levésnek. Annak ellenére, hogy én nagyon lámpalázas vagyok, nagyon sokan nem tudják rólam, de borzasztóan izgulok minden egyes fellépésem előtt, és akár legyen az egy pici pár ember előtt való megszólalás, vagy egy nagy színházteremben lévő koncert, vagy egy műsorban való közreműködés, nagyon izgalmas számomra azt megfejlődni, Ö, egyrésztről ez egy, ö, ez egy ilyen személyiségfejlődésemben ö, fontos állomás, és azt is fontos megfigyelnem, hogy vajon miért van ez, ö, miért izgulok ennyire, hogy mit jelent számomra az előadó művészet. És ö, pontosan ez a kérdés ö, vezet arra, hogy, ö, hogy amit kiskoromban éreztem mindig a színpadon, hogy akkor nagyon bátran és örömmel tudtam kiállni, mert azt tudtam érezni, hogy annyira fontosak számomra ezek az énekek, és annyira szeretném megmutatni az embereknek, hogy nem tudtam izgulni, csak egy fantasztikus felszabadult örömet érezni, hogy ezt meghallgatják. És én szeretném ugyanezt az élményt visszacsempészni így a, a felnőtt életembe is, ö, és ugyanezt a felszabadultságot megélni akkor, amikor előadom ezeket az énekeket, hogy, hogy az emberek megérezik azt, hogy nem is színpadra kell ezeket vinni, hanem a saját életünkbe bevonni, és mindenkinek a saját érzéseit, élettapasztalatait, örömét, bánatát beleénekelni. Kisgyermekkoromtól kezdve... Olyan mesterek kísérték az utamat, akik nagyon közel állnak hozzám emberileg is. És ők ugye gyakorlatilag az életükkel, a magatartásukkal is tanítottak engem. Én azt gondolom, hogy egy gyermek számára ez is nagyon fontos, hogy példaképé váljon a, a, a mester. Nekem ilyen ember volt az életemben, például Szorák Katalin és Lázár Enikő, akik a mai napig nagyon szoros kapcsolatban állnak velem, és Sebő Ferencel az egyetemi évek alatt ismerkedtem össze. Ő is, ők gyakorlatilag mind ilyen pót szülőkké váltak számomra, ami nagyon-nagyon különleges élményi teszi az, hogy szakmailag és tanulhatok tőlük, és emberileg is mély kapcsolódásban vagyunk. Ugyanakkor szeretném azt is gondolni és tudni, hogy a legfontosabb a tiszta forrás, tehát az adatközlő mestereinknek az anyagai, az előadás módja, az élete, és az, ahogyan ők ezt az egészet képviselték és tovább éltették. számomra ez a legnagyobb példa, és szeretném ezt, ezt a tüzet tovább vinni.